gyerekek este hét van, óvó fél nyolc, tehát hogy most így arra gondoltam, hogy kiki nyugalomban. Igen, tehát, hogy most kellene durvodtatnom a poénból. Ezt a, poén ezt a 60, 60 percet, ezt tartsuk be. Ezt mindenféleképpen igen, igen, igen. Már Ez mondjuk elsősorban rád vonatkozik. igen, te igen vagy, én, aki igen. 120 perc alatt nem tud beszélni. Az ott De azt a két és fél órát, azt túl kellene lőni. én, én amik úgy jöttem, hogy <laughs> Nem. Isten. Nem lenne mondani nem. való, mert elég. Hát, teljesen biztos, hogy benne. Jó hogy a... <laughs> Tök jó lenne, ha kibeszélni magából itt, mert ha nem, akkor én fogom meghallgatni haza. Ja, és, az... és az viszont hajnalig tart. Értem. Tehát akkor most igazából a te lelkedről és idődről vegyem le a terhet, és. Ja, valahogy így, igen igen, 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 igen. benned megpróbáljuk. Ez a tökéletes kocs volt. Tölgyek urak, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez itt az Ármoli Podcast 36. adása, és aki rendszeresen követ minket, az észrevehette, hogy a Detkettel való interjú belül beszélgettünk egy FFG-s nevezetű történetről, egy Friendly friendly Group-ról, megtanulok nem sokára beszélni. És akkor azt mondtuk, hogy ez egy elég nagy téma, ne terheljük azt, a, azt az interjút ezzel, viszont majd egyszer visszajöttök, és majd jól kibeszéljük ezt a témát. Úgyhogy Séle Jervin és Jelen Krisztián, azaz Detket és Krisz a vendégünk. Sok szeretettel! Köszönjük, szépen és elsőre megtaláltam hogy a tapsgombot. Tiszta, hihetetlen. Úgyhogy beszélgessünk a Friendly fire groupról, mert hogy van miről beszélni, rengeteg ö, dologról, dologról fogunk ma, ma beszélgetni. Mi is ezt kikalapították, miért, ö, milyen hatás van ez az Airsoftra, hogy lehet bekerülni, kikerülni. Úgyhogy ö, hát mielőbb belekezdenénk, bocsánat, igen, ez a nagyon fontos dolog. Krisz, először vagy itt, és mindenki, aki először van itt, az bemutatkozik ki vagy honnan jöttél, és a legfontosabb, mikor találkoztál az airsoft a szerelem volt a első látásra, és a témához is kapcsoljunk egy picit, mikor találkoztál az FFG-vel, tehát egy, mm. pár szó van rólad azért, hogy a nézők, hallgatók is tudják, hogy ki vagy. Jó. Sziasztok, én Jelen Krisztián vagyok. Jelen pillanatban a Kinetic Solutions Group <laughs> csapat vezetője, illetve az FFG-n belül Ervinnek a jobb keze és segítője. Én az airsoft 2010-ben találkoztam először, akkor voltam először játékon és szerintem mondhatjuk, hogy azonnal szerelem lett. Az a fajta adrenalin, amit ott, ott átéltem, az, azt, azt hogy nem tudtam pótolni a mai napig. És kisebb-nagyobb kiadásokkal 2010 óta folytatom mm. ezt a hobbit. Az FFG-vel én 2020, 2019, 19. 2019 év vége felé találkoztam. Méghozzá úgy, hogy pályát adtam ki Ervinnek, hogy megjátszhassa a szivarklubját. klubját. Erre adtam ki nekik pályát. Így, így találkoztunk. Játék voltak és Igen. akkor nagyon idegesítően rengeteg kérdést tettem fel Ervinnek a szereléssel kapcsolatban, és aztán így később, hozzájártam szereltetni, és aztán elkezdtünk beszélgetni, és így alakult ki ez a kapcsolat. A sima játék, de milyen, milyen, volt az FFG-be való belépés, csatlakozás, még mielőtt bármilyen spoilert lelőnénk, tehát hogyha valaki csak úgy simán, tehát elkezdtél játszani, beléptél, milyen pluszt adott neked amúgy ez a, ez a csoport szervezet, ami még teljesen titokzatos, hogy micsoda, Mi, mik voltak igazából a különbségek? Az elején nagyobb vágytam arra, erre az egész FF dologra, akkor még ugye FF néven futott, hm. szimplán csak azért, mert valami új volt. Mm -hmm. Egy olyan dolgot mutatott, amit amit azelőtt nem láttam, hogy ennyi ember eh, mozdul meg együtt, és, és eh, ilyen dolgokat lehet megcsinálni, eh, és szimplán csak az újdonság. És aztán később, ahogy elkezdtünk, eh, tudatosan úgy válogattuk a játékainkat, hogy ahova láttuk, hogy az ervinék mennek, akkor oda mentünk mi is. És ahogy egyre közelebb kerültünk a közösséghez, annál inkább rájöttünk, hogy erre van nekünk szükségünk, mm -hmm. és ez a megfelelő irány számunkra. Mm -hmm. Több számba beszélsz, akkor. Igen, tökben, igen, igen. Mert... már a, a csapatom ekkor létezett, Aha. és akkor így egy, egy, ez egy közös irány volt. Tehát erről mi leültünk, beszélgettünk arról, hogy van ez a, az, az egész, és el kellene kezdeni feléjük orientálódni és, és mindenki egyetértett abban, hogy szimpatikus az, amit láttunk tőlük, és akkor próbáljunk meg hozzájuk simulni. Na jó, mondani. erre majd vissza fogunk térni van, egy van, később, hogy mindenkit felvettek -e? mi, 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 mik voltak a, felvételi követelmények, de mielőbb ide eljutunk, hogy most 60 fekvő le kellett tudni nyomni, vagy... vagy... A nyakamon már igen igen, igen, igen. hogy mi, mi is a Friendly Fire group, group, tehát hogy ez egy titkos társaság, egy szervezet, egy sportegyesület, egy háttérhatalmi mozgalom, tehát hogy mi Van ez? erre egyébként egy nagyon jó megfogalmazás hogy pontosan mi a napom. Pont... Ja, de, de azt majd nem ne most. Nem most, rendben, azt majd jó. egy kicsit később. Uh, kik, uh, mikor és pontosan miért az FFG-t, és akkor felét fordul a 2017-et írtunk. Uh -huh. uh, újból folytattam az l hogy ugye akkor már működött a Dead Cat bő egy évvel benne voltunk. Uh, sok ismerős barát, akkor a, a phantom sal jártam játszani, és uh, Izbégen a Starosta Józsinak volt egy szenzációsan jól berendezett, hat kisebb pályából álló uh -huh. kis elszoft komplexum, és nagyon szeretünk vasárnaponként feszültséglevezetésképpen oda járni, játszani, de hogy kevesen voltak. Tehát ilyen 20-30 főkkel néha 15-20 fővel játszottunk, és akkor elkezdtünk töpengeni a fiúkkal, hogy hát valamit itt nem kellene csinálni, itt tök jó, itt minden, és akkor így hát csináljunk egy közösséget. hát Kovács Tibi barátom mondta, hát, legyen a neve Friendly Fire. Én megmondom, hát én meg egy csomó embert, akkor így hívok ilyen jó fejalcokat. És akkor 2018. januárjában vagy februárjában már van is kint egy Friendly Fire egy vagy kettő játék videó, ami már egy ilyen meghívásos közösségi játék mm -hmm. volt. Hát menedéknek épült első. Ez fejtsd mert azt hiszem, hogy itt lesz a, itt lesz a oh, forrás, a szikla. Igen, igen, úgy kell polkorrektan fogalmazni, mm -hmm. hogy három-négy vegyes szájízzel sikerült játék után úgy gondoltuk, hogy az Airsoft iránt érzett lendületet meg kellene valahogy tartani. Hát hozzuk vissza azoknak a a vasárnapi baráti játékoknak a hangulatát, és abszolút ez volt az alapmottója a Friendly uh -huh. hogy legyen olyan, mint régen, legyen meg az a, az a pesgés, amikor csak a haverjaiddal mentetek ki az eldőbe a laktanyába, stb. Uh -huh. stb. játszani. Ugye én ezt az érzést ezt onnan hozom, hogy az Allegelszegen születtem, és ugye ott ismerkedtem meg az Elszoptal, és ott a Petőfi laktanyában értelemszerűen vidéken uh -huh. egy, egy csak egy 20-40 fős társaság üzte ezt a sportot az és ott egy ilyen kölcsönös találat megadós, mindenki barátja mindenkinek uh -huh. közösségben indult az elszoft, és ez uh, motiváló. És uh -huh. innen jött a gondolat, hát itt van mondjuk Budapesten, uh, sokkal szeretnénk játszani, próbáljuk meg ezt valahogy. Mi, mi volt, a, mi volt az, az, a, az a pont, tehát hogy hogy ami egy egy átlagos játék benne volt, vagy, vagy zavart, és, és ebben a csoportosulásban meg ezt megpróbáltatok letisztítani. Tehát, hogy ez, ez, a, ez, a, régi, régen jobb volt, vissza szeretném hozni, mik voltak azok a zavaró tényezők, ami, ami máshol? Találat megadás. <Szor> a ah, ez volt ez a forrás? Hát Jó. Alap, alapvetően igen, tehát uh -huh. mivel lehet fizetni találat nem megadós játékért, ezért úgy gondoltuk, mi lenne, hogyha így uh, csinálnánk ingyen találat megadós játékokat, ez uh -huh. ugye, a mérlegnek a két nyelvén legyen súly. Innen indult az egész. Uh -huh. hogy de, Tényleg nagyon egyszerűen el, el, megfogalmazva, három-négy oszú sikerült játék után az ötödik legyen egy olyan vitalizáló játék, amikor mosolyogva mész haza, hogy ú, de jót harcoltam, uh -huh. is, és minden a helyén volt. Mindenfajta extrém sallang nélkül, tehát nem az épületről akarunk leereszkedni, uh -huh. meg deszantolni akarunk pikapokból, meg nem ilyesmi, nem. nem, nem. csak Elsoft. Csak elsoft. ott a játék, lefutod a költ, tök jó, kiállsz a költből hogy a találatot kapsz. Jó jó, jó, ennyi. ennyi. Aha. In innen indult az egész. Aha. Aztán nőtt a lufi, jöttek az igények, meg a visszajelzések. Ez amúgy meghívásosabban működött az elején, nem? Igen, igen, Aha. igen, igen. Ugye a munkából kifolyólag gigantikus szerencsém volt az elindulásnál, mert több száz embert ismertem Budapesten. És azért tudtál szórni, hogy kik jöhetnek és kik nem? Hát nem az, hogy kik jöhetnek és kik nem, hanem hát Mm, ott, ott, ott is alakult ugye, egy baráti kör a szervizenk mm. keresztül, akikkel mondjuk úgy, hogy közvetlenül volt a hangvétel. Egy mm. hullámhosszon voltunk az Airsoftról, Air és itt sokkal könnyebb volt. Mm. Figyelj, vasárnap rájössz. Igen, hát gyere el. Jó, csak itt Budapesten ez nem 12 főt jelentett, hanem végül 164-et. Mm -hmm. wow. És akkor ez volt ugye a csúcslétszáma a, a Friendly nek Öm, és akkor itt egy kicsit minden más. De akkor az, más az első olyan. játékok azok, azok pozitív is voltak, tehát hogy működött Sőt, a, történt igazából történt az elképzelésünk. Százszázalékosan működött, és akkor utána ugye jöttek a, a szakasz szintű játékok. Uh -huh amik nem szakasz szintűnek lettek tervezve, hanem menjünk el ide játszani. És amire odaértünk a játéka, hogy ott voltunk 39-en. Uh -huh. És a, akkor ez már nagyon sok mindent hozott magával, hogy jó, akkor kell szakasz szintű irányítás, akkor szakasztrukturálás, jó, de ha, hogyha már ennyien vagyunk, akkor is azt már irányítjuk, akkor már legyen meg a harcászati alaptudás, jó, akkor ahhoz kell képzés. Jó, de hogyha van képzés, akkor azt ne a játékokon próbáljuk jönni, akkor legyenek gyakorló játékaink, ahol tényleg tematikusan készülünk uh -huh. fel ezekre a dolgokra tehát gyakorlatilag a lendület magával hozta a hmm. megoldásokat. Jelenleg mivel foglalkozok most? Tehát hogy hova fejlődött ki a jelenben igazából? Tehát hogyha most én be szeretnék hozzátok ö, ö, csatlakozni, majd erről is fogunk ö, ö, beszélni, akkor mit kapok, mit csinál igazából az FFG most jelen pillanatban? Hova nőtte ki magát? Most 2022-ben iszonyatosan próbálunk fókuszálni az utánpótlás nevelésre. Egy olyan dologra, amit ugye nem látni, hogy mi lesz a jövő elszoftjával Magyarországon, uh -huh. tehát mindenképpen a fiatalokra figyelünk. A másik, meg a Friendly Fire-nek az egyik alapköve az volt, hogy a, az elszoftban jellemző egy igen jelentős fluktuáció. Uh -huh. Mindig kialakulnak 6 kötőjel, 9-10 fős baráti társaságok, általában egy csapatnak az élet szakasza idehaza, hogy megfigyeltem, olyan kettő-négy év. A négy év az már olyan extrém, az tehát, extrém tehát olyan kettő-három év van, nagyon együtt tolják, mm. és utána elkezd így feleződni a csapat. És mindig maradnak olyan már tapasztalt játékosok egy-két-három fővel, akik meg azért nem járnak már a játszani, mert csak ketten vagyunk. Mm -hmm. Na, és akkor a Friendly Fire törekszik arra, hogy például az ilyen a maradvány csapatokat, vagy a játékosokat, azokat összegyűjtse, uh -huh. bentartsa a, a tapasztalatot, és a, akiket pedig ö, kezdőként ö, be tudunk magunk mellé tenni, át tudjuk adni a tudást, és így gyakorlatilag egy, egy utánpótlás, egy folyamatos utánpótlás nevelést csinálunk, uh -huh. úgyhogy mellette meg jól érezzük magunkat. Uh -huh. Tehát saját játékok, összejövetelek, most már ugye koncert, valami. Mármint, hogy elmegyünk közösen ja, koncertre. Játék, hogy. Nem, nem, nem. Nem, nem, nem. És akkor ugye mellette meg a, a, ugye az Elsoftosok, ugye a, akkor találkozhatnak velünk jelentősen, amikor 40-en ott állunk, és akkor mondjuk mm. egy szakaszjátékot viszünk bármelyik szervezőnek a, a mm. játékára. Alapvetően, amit nagyon sok szóban akar el, az Ervin elmondani, hogy öt év múlva is legyen kivel játszani. Igen. Alapvetően ez ennyi lenne a koncepció dióhelyben. Uh -huh. uh, amúgy, hogyha valaki bekerül, uh, akkor tehát, hogy vannak külön olyan tréningnapok, napok, amikor mi t -t, például csak tehát nem mentek külön játszani, hanem mondjuk mentek az egyik helyre, és akkor tréningeztek, Igen. akár épületharcászat, akár Igen. szakaszintű Igen. mozgás. Uh, ezt mi alapján, uh, tehát milyen taktika alapján uh, állítjátok össze magát a tréninget, milyen a fogadóközönség, ki dönti el, hogy mi legyen benne egy ilyen tréningnapban, mit tartotok fontosnak, hogy minden Friendly Fire tudjon. Gondolok itt most az alapvető mozgásokra, a szökelés, elszakadás, akár a rádió használatra, most akkor belemegyünk jobban az épület hogy akkor ketten, hárman, négyen tűzpár, tűzcsoport, miket szeretnétek mindenféleképpen átadni, és mi az az alaptudás, ami, amit mindenféleképpen elvártok, idézőjelmet éve elvártok egyáltalán a, a tagoktól. Azzal, hogy sokan vagyunk egy játékon, és most már szinte bármelyik casual soft játékon is, is 8-10-15 fővel megyünk, azt az koordinálni elég nehéz. Uh -huh. És nekem ez komoly problémát szokott jelenteni. Viszont hogyha a fiúk felkészültek, akkor annál kevesebbet kell nekem ezzel foglalkozni. A pontosan ez a kohéziós összehangoltság, amiben óriási szerencsénk van, mert ö, ö, sikerült mondjuk úgy mentornak megnyerni az amerikai Green Mountain Rangers-t, és no. Roninnal ugye rendszeres kapcsolatban vagyok, és mondjuk az a tapasztalat, amit ő 15 év alatt a, a nagy létszámos elszoftoztatásban, vagy vagy ö, csapatképzésben, igen, és csapatirányításban szerzett, az mondjuk jelentős, és mindig van kitől kérdezni. Uh -huh. Hogy most ilyen problémába ütköztünk, ezt így csinálnám, mit gondolsz róla? Uh -huh. Ez egy óriási búszt, és ugye ott van egy tananyag a weboldalon, ami egy, egy tökéletes, az én szemszögemből egy, uh -huh. egy tökéletes, elsoft szintű tananyag. És hogyha már csak annyit tudnak a fiúk, plusz még én kiegészítem a saját uh, honvédségi lövészkatonai tudásommal, és még összerakjuk a, a mostani trendekből, videókból és uh, irányokból leszűrhető és használható technikákat, akkor amúgy egy nagyon szép repertoár kirajzolódik, nem, nem. és nekem személyes célom az, hogy minél hatékonyabban, kevesebb veszteséggel és szépen harcolva vívjak meg egy a soft uh -huh. meccset. Meccset, <síns> Annyit azért hozzátennék egy csak egy pillanatra, hogy be fogjuk akkor tenni mindenféleképpen a Green Mountain Rangers-nek a, honlapját, ahogy érdemes Igen, rájuk kezni. Van Igen. egy nagyon durva a tréning videójuk, évekkel ezelőtt, sok évvel ezelőtt találtam rájuk, és így én is itt tátos láttam, hogy ezt így lehet így is csinálni. Volt, ahol, voltak játékok, ahol őket kitiltották, mert hogy túl egy hát, kicsit extrémen vették. extrémenben vették a dolgokat. Mindegy, ez mindenkinek Úgy -e. Mind, az úgy a, mondom, az, hogy az érdekes dolgokra. Persze, én azt esőbe. gondolom, hogy minden, minden szoktos, aki megnézi mondjuk az egyik tréning videójukat, vagy bármilyen ö, videójukat el tudja dönteni, hogy az ő kis amplitudójába ez hol helyezi el, hogy ez sok kevés pont ez. Az, Igen. Amúgy hogy jött ez, hogy velük felveszed a kapcsolatot? Vagy ö, ez hogy történt amúgy? Hát még szuper bátor vagyok. Ja, ennyi írtam. Tehát, hogy így, igen, igen. El, 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 ez, ez van. Szélasz Paul. Sélei Elvin vagyok. Mm -hmm. Itt a Friendly Fire Group, ezzel és ezzel foglalkozom. Mm -hmm. Ennyien vagyunk, ebbe az irányba tartunk. Ilyen katonai múltam van, stb. stb. Segítesz-e? Igen. Mm. Tehát, mm. És akkor rendszeresen beszéltek igen, igen. azért, amúgy milyen embert, tehát így jó. Ez kemény. Tehát, aha, hogy aha. Ö, amikor egy kicsit így Hát most nem is tudom, hogy mi legyen, akkor olyan osztást kapsz, hogy mm. fú, tehát hogy így a, ilyen overseas-ből úgy meg tudja mondani, hogy két napig nincs kellem élni. Hát az nagyon-nagyon nagyon, 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 nagyon kemény. A fiúk azt mondják, hogy én is így céltudatos vagyok, meg így megyek. Na az. Az, Elbújhatok. Aha, igen, aha. Igen, 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 igen. Ezek a tréningek milyen, milyen uh, sűrűséggel vannak, illetve te hogy látod, milyen hatékonyak, illetve te hogy látod, hogy például milyen hatékonyak ezek a, ezek a tréningek? Uh, Mert ugye ő tartja, igen, tehát, és rajta meg lecsapódik. Igen, igen, rajta lecsapódik. lecsapódik ez. Uh, Jó edző amúgy? Igen, hát, igen. Okay. Uh, már egyébként, hogy mondjam, a saját kútfőből is nagyon jól csinálja, és nagyon jól érzi, hogy hogyan kell az embereket motiválni uh -huh. és, uh, és segíteni nekik. Tehát um, erre egy nagyon jó példa. A legutóbbi tréningünkön nekem volt az egyik, uh, az úgynevezett homokóra gyakorlatai problémám. És kívülről bár nagyon viccesen néz ki, amikor én megyek végig a homokórán, ő pedig táncol mellettem. Uh -huh. De sikerült átadni a tudást, és azóta ez sokkal jobban működik. Tehát igen, nagyon, nagyon jól csinálja ezt. Um, az, hogy a tréningek milyen rendszerességgel mostanában kezdenek igazából ezekbe bekapcsolódni. Um, én úgy tudom, hogy a terv az három hetente? Igen. Három hetente egy tréning. Az, hogy milyen hatással van ez a játékainkra, én... Mert hogy a játékos a Friendly Fire grupban lévő játékosokra hogyan rakódik le most ez a csúnya kifejezés? Nem, nem nagyon Nem, teljesen jó. Találó, Na, nagyon jó. Nagyon jó, Talál jó, jó, Abszolút effektív. Hmm. Tehát... Extrém pozitív. Így van. Hmm. Annyira megfigyelhető játékokon, hogy eljön egy tréningre mondjuk két csapat a Friendly Fire grupon belülről, és ők a következő, mit két-három hét múlva találkoznak egy játékon, és adódik egy szituáció, ahol például az elszakadás előkerül, és ha alkalmazható lesz. És az, hogy nem az van, hogy el kell magyarázni mindenkinek újra, hogy na most akkor ezt kell csinálni, hanem az éppen szakaszt vagy bármilyen csoportosulást vezető ember azt mondja, akkor most elszakadunk balra, mindenki tudja, az akkor az. mindenki tudja, hogy hogyan csinálja, és a. mindenki tudja, hogy mi a dolga. Uh -huh. És ezek olyan dolgok, amiket előttes én soha nem láttam az airsof Tehát az, hogy ekkora ö, skálán legyen, ennyi ember tudja ezt, ez abszolút a tréningeknek mm. tudható be, és azok a csapatok, akik járnak rendszeresen tréningekre, ők ezt a sokkal effektívebben is tudnak együttműködni, mm -hmm. és így tartalmasabbak Csak is az a az, igen, Azért kérdeztem, hogy mi is annól a próbálkoztunk tréningekkel, tehát mi is járkáltunk ki, és nálunk tényleg mindig az volt a, a, a az idő, tehát hogy összehozni és tíz embert, vagy tizenkét embert, és aztán, nem már csak nyolc, mindegy, menjünk ki hatan, tehát vagy csak csináljunk valamit. Igazából az a rendszerességnek a bevezetése volt nálunk például, ami, 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 probléma volt, vagy lehet, hogy aztán az elszántság itt, az elhatározás fontos. Az elszántság, na most ugye a Friendly Fire-ben ugye mondtad, hogy titkos háttérhatalmi szövetkezések, kiesett. ugye, ugye nekem van időm erről gondolkodni, és tehát nincs ott mindig 40 ember. Uh -huh. Mindig ott van 10-15 ember, de minden héten különféle felállásban. Uh -huh. És a, a, a tréningeknek a, a témája az viszont ciklikusan ismétlődik. Uh -huh. És mindig egy másik összeállítás találkozik ugyanazzal a problémával, uh -huh. és ö, valójában átfordul, le, vagy hát átfut az egész közösségen, vagy akik aktív játékosok most, a ugyanaz anyag és így szuper hatékonyan lehet átadni mm -hmm. nekik. Két héttel ezelőtt volt egy játék, Fire játék, sima egyszerű zászlófoglalós conquest játékokat játszottunk, annyi, hogy én ott manipuláltam, hogy éppen hova kell zászlót kitűzni, mi mellé, stb. stb., és nagyon jó volt látni, hogy alig három-négy tréning után a, a szuverén csapatok a másikkal milyen szenzációsan tudnak kommunikálni, mm. megtervezni a harcot, és mondjuk vonalban, vagy a flankben ezt uh -huh. azt végrehajtani, és iszonyatos büszkeséggel töltött el, hogy, hogy kezdik élteni a fiúk és csinálni, és uh, az, a, az a húsz ember azt szerintem egy szuper jót harcolt együtt. Én simán azt mondom, hogy az az idei év számomra a legjobb játéka volt, megkockáztatnám, hogy az évtizedé, uh -huh. uh, és mondom ezt úgy, hogy 22 játékos vett vette uh -huh. a játékon, uh -huh és uh, nettó játékidőnk az kb. 4 óra lehetett. Hát most azért fáradtak voltatok, igen, hát és, és, és teljesen. Tehát hogy szuk, egy egy csodálatos élmény volt hmm. ez a játék 22 hmm. fővel. A tréning az egy nap mennyit, tehát milyen idő intervallumot vesz, mindjárt Té tényleg megtanulok. Beszélni, Szokásos felleszem. játék inter... Tehát négy, hat óra, nyolc óra, meddig tart egy Nem, krénink. ugye én infinity tudok beszélni, tehát hogy ez Itt. nem probléma, viszont a fiúkon én nagyon próbálok odafigyelni, hogy mi az, amikor úgy tartják a fejüket, a fegyver úgy áll a kézben, amikor már támasztva van, amikor már járáson látom, hogy általában elkezdjük tíz órakor, elkezdem dalálni, hajtom őket, hajtöm őket és az, hogy az most fél kettőkor, vagy negyed négykor következik be, amikor már úgy, úgy látom, hogy elfogyott a fókusz, mm -hmm. meg úgy kifutott ez a nap, akkor na, srácok, vége, menjünk ha, haza. a ha, ha, világos, világos. világos. Bocs, hogy ennyit a tréningre, csak mehet, hogy nálunk mehet, működik, vagy nálatok működik, mehet, működik mehet. nálunk, nem? Ö, ha nagyobb részekre kellene szedni, tehát kommunikáció, mozgások, fegyverfogások vagy fegyverkezelés ö, milyen arányban teszed ezt be, hova súlyozol, és mi szerinted a legnehezebb, amit átadni ezt az információt, akár a kommunikációval kapcsolatban. A mozgásokkal, a helyzet felismeréssel, tehát hogy, hogy oké, okay, hogy tudja az, hogy, hogy mi az az elszakadás, vagy, vagy mi az a szökelés, vagy hogy kell mondjuk egy, egy TL-elgazást három emberrel megoldani, de hogy hogy ez automatikusan jöjjön, tehát amikor nem vagyott és benne vannak, mondjuk elmennek egy hét múlva egy egy játékra, és belekerülnek egy ilyen szituációba. Ez a fajta tudás, ez a fajta, mert nálunk az volt például a, a, a tapasztalat, hogy tök jól Letoltuk egy ilyen tréning napot, hogy hogy kell mondjuk elmenni egy ilyen emeleten, egy ilyen folyosón, itt is ott is, amott is vannak ajtó. ekkor ezt kell csinálni, akkor azt kell csinálni. És az első ilyenes helyzetben mi azt vettük észre, hogy ez hátráltatta az embereket. Mert hogy Várj, én most hol vagyok? Tehát, hogy hogy mit a legnehezebb átadni ezeken a témakörökön belül, illetve hogy igen, hogy ez hogy csapódik le igazából a játékokon. Tehát a játék az, amikor, amikor ezt már a játékosok így tudják, és, és simán megy, hogy jó, nem tudom, indítok, fedezek. Tehát, tehát ez, 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 hogy, hogy működik? Most így indulok, bocsánat. Igen, igen, igen. hát egy játék, ez most történt meg Kecskeméten, hogy a Kecskeméti játék előtti trainingnek a tréningnek a, a, a a témáját, azt ott a fiúk elkezdtek egymással kommunikálni, és úgy oldalazva elszakadni, ahogy arról egyszer beszéltünk, Hú. csak egy tréning volt. Én ezt egy kicsit más szemszögből közelítem meg ezt a begyakoroltuk tréningen, utána játékon Hú. meggondolkodunk dolgot. Én nagyon próbálok flexibilis tudást átadni. Ezért is számomra nagyon értékes a GML tananyag, mert ott Roninél kidolgozták azt, hogy mi legyen az a a megérthető tudás, és az a minimum, ami a szükség van ahhoz, hogy ez amúgy egy hobbi sportban ez, ez működni tudjam. nem blokkolnak le a fiúk, mert én nagyon sokat magyarázok, fehér táblán rajzolom le, és utána azért vannak, hívjuk a, a 4000 forintért fizethető játékot küldetési játéknak, amikor a katonát bevetik, hívjuk így. A tréning, ugye, amikor a különféle mozgásokat, viszont ének kettő közé beteszek egy Friendly Fire játékot. Hmm. Egy kis számos olyan izolált játékot, ahol tematikusan tudom hmm. őket gyakoroltatni körről körre, úgyhogy ők közben élvezik, mert harcolnak, és tök jó medikelgetünk, meg ilyesmi, viszont nekem azzal mindig célom van. Tehát nem véletlenül egyszer a dombot támadjuk meg. Pont ezelőtt játékon volt Krisztel, mondja, hogy ahol kitűztem az ászat, az egyik csapatnak az nem fel túl hmm. közel van, és hmm. hogy ez ők túl hamar elfoglalják, és hogy ez úgy nem felmondom. Jó, jó, nyugalom, nyugalom, nyugalom. Csak én már tovább gondoltam a dolgot, mert én tudtam, hogy az a kör után tél felett cserélünk. Aha, mindjárt, aha, aha. És akkor utána, a, akit eddig támadta a dombot, az egy teljesen más szemszögből védte a dombot, hmm. és akkor itt válik teljesen valójában a, a tréningnek a tananyaga, hogy amit a tanulán az iskolapadban megtanulunk, azt utána előbb játékos körülmények között ugye kipróbáljuk. Próbálj, és utána lehet menni a mélyvízbe. És én akkor az... utána lehet menni mondjuk a mélyvízbe, uh -huh. na de addig már háromszor csinálta. János, Jó. Ö, ha most nagyon kedves kaptam én, vagy bárki a hallgatók, illetve a nézők közül, hogy lehet hozzátok bekerülni, mi a feltétel? Uh, sokan kérdezik, uh, mindenki azt hiszi, hogy akkor itt fel kell vonultatni a több száz forintos gilt mm. és fegyver, és fú, és itt nagyon... Oszpa... Hát ez tök érdekes dolog, mert itt a barátsága belépő. Uh -huh. a, a szimpátia, tehát annyit kell csinálnod hogy jelentkezel, és el kell velünk jönnünk játszani, és be kell mutatkoznod, mint elszoft játékos. Uh -huh. Hogyha megérzed a flót a közösséggel, és csak két-három emberrel megvan az a szimpátia, hogy ú, uh, vele szívesen leülnék egy sörre, uh -huh. akkor ez a közösség ez próbál jósággal működni, nem pedig ilyen nagyon szigorú uh -huh. ö, kritériumokkal, Uh, ennyi. Jelentkezel, uh -huh. keresünk egy játékot, eljössz, és akkor két, három, négy alkalommal az ki fog derülni, hogy amúgy. Megvan-e egymásnak a Megvan-e a kémia. Uh -huh, uh -huh. Tehát itt, itt a kritériumoknál egyébként beszúrnám azt is, hogy nem véletlenül nincs a közösségnek semmiféle uh, fegyver vagy felszerelés vagy követelménye. Van, uh -huh. uh, semmi ilyesmi nincsen. Uh -huh. Uh -huh. Tehát abszolút bárki, uh, bármennyire is legyen kezdő, vagy, vagy nem felszerelt, uh, eljöhet ugyanis ezekre nincsen szükség, ezeket mind kiformálja a közösség. Uh -hmm. Tehát euh, valóban. Woodlandet meg. Így van. Meg Tehát te te van, te van, meg egy, meg... van egy mondjuk, hogy egy ilyen ruhája a Friendly Fire-nek, de ez sehol nem követelmény, senkitől nem kértük és, és mondtuk neki, hogy ezt meg kell venni, uh -hmm. hanem ez úgy szokott kialakulni, hogy elmegyünk egy játékra többen, és vannak játékok, ahol megjelenünk egységesen felöltözve, ez a, nekünk most a Woodland lett. Uh -huh. um, megjelenünk így felöltözve, és akkor eljönnek velünk ezek a játékosok, és látják, hogy fú, basszus, hát ők is így vannak költözve, de jó lenne, a... de jó lenne, ha már velük játszom, de jó lenne hozzájuk költözni és ez abszolút így organikusan alakul ki, yes. és ez ettől lesz ilyen nagyon tökéletes, mert abszolút az emberekben magukban formálódik meg a gondolat, hogy jó lenne mm -hmm. igazodni a többiekhez. Ah, ez teljesen jó. Tehát akkor nincs ilyen, hogy csak AK, csak m semmi, 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 ahogy nem. jön, vagy High Cap vagy Mid Cap Hát a, a, ah, a High nyilván, én, égen, a Mid Cap az, 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 az mondjuk, hogy jó az lenne. Aha. Szoktuk, hogy hát az már azt, hogy le kellene cserélni. Igen, mondjuk, amikor 250-es Mid lehet kapni, így Oh, világos, világos Amúgy uh, milyen játékokat preferáltok? Tehát milyen az FFG-nek a, a, stílus irányzata, amit, amit ti nagyon szerettek? Vagy, vagy igen, preferáltok? Igazából uh, sok, nagyon sok színű, majdnem minden játék. Tehát az abszolút casual soft nagyon darálós játéktól a, a teljesen hardcore uh, egyet sem lövős mi a játékig, mm. mindegyikre nagyon szívesen járunk el, és a közelmúltból is tudnánk említeni példákat, hogy mind a kettőn, mindegyik típusunk voltunk. Az egyetlen vonal, ami, tört, ami talán kicsit távol ölünk, az a larp játékok. Uh -huh. uh, Ennek mi az oka? jobban vonzanak a kompetitív játékmódok. Uh -huh. A, halc. a, a halc. Absz abszolút Igen. harc. Abszolút harc beállítottságú a, a, uh -huh. a közösség. Van olyan, aki jár larp de például én soha nem fogok elmenni egy stalkerra, vagy egy uh -huh. terminátorra, vagy egy falloutra, fó uh -huh. nem fog felszerelést építeni rá. Én a harcot felállom és amúgy a fiúk is mm -hmm. körülöttem. De hogyha az FFG-n belül kialakul egy ilyen tízes tömb, akik persze, szeretnek larpolni, akkor nagyon szívesen fogadjuk egyébként. Uh -huh. Tehát, hogy nagyon szeretjük azt, hogy sokszínű a közösség, és mindenkinek megvannak a saját preferenciái. Szimplán annyi, hogy, hogy az alap húz, tehát az alapirány, az inkább a harc és annak szeretete felé uh -huh. van. Uh -huh. Jó, uh... Hát elég komolynak tűnik az egész csoportberendezkedés, majd hogy kik vagytok, pontosan jogilag erre majd, majd, ki fogunk térni, de van a belső szabályzó. Tehát van valamilyen szabályrendszer, amit, amit minden játékosnak be kell tartania, vagy minden tagnak be kell tartania inkább. <coughs> most, most annak ellenére, hogy nekem így az iskolai végzettségeim, tapasztalatom, stb. 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 emberekkel foglalkoztam egész életemben, és mindig csoportokat irányítottam, ez a Friendly fire dolog, ez még nekem is nagyon új volt, hogy hogyan kell egy jelenleg 108 fős közösséget táncba hozni, vagy mm. vagy koordinálni, stb. stb. És az első három-négy év, mi ugye nem munkánk, hanem annyit foglalkozunk vele, amit De szeretnénk, szóval. ez egy minden sokkal tovább tart, az első három-négy évben itt voltak hibák, és úgy úgy, nagyon sokszor ilyen adhok jelleggel, nagyon ilyen baráti felfogásban telt ez a dolog. És most 2022-ben kezdődnek például a fogalommagyarázatok, mi az alap, mi a mottunk, az mit jelent mm. pontosan, mit szeretnénk képviselni, mit jelent aktív játékosnak lenni, miért fontos, hogy a Groupban aktív játékosok legyenek, stb. stb. Ezek a fogalmak ezek így most alakulnak meg, és ezzel gyakorlatilag egy egy egészséges szabályzat fog kialakulni, uh -huh. egy egészséges házilend, és ennek mentén fogjuk tovább építeni. Hmm, tehát tehát akkor ez, ez, még, ez még alakulóban van. Ez uh, van alakulóban van, de nagyon sok fogalom már, már uh -huh. ki van ílva, Uh, definiáltuk, hogy jelenlegi laza körülmények között mit jelent a COVID időszak után. Ne uh -huh. felejtsük el, volt Világos két persze. év COVID, a, nagyon extrém módon uh -huh. megváltoztatta a játékos állományt. Tehát, hogy mit jelent aktív játékosnak lenni, és hogy az elképzeléseink szerint, itt talán egy kicsit azt tudom mondani, az elképzeléseim szerint, uh -huh. uh, mi kell ahhoz, hogy ez, ez, ez az friendly fire jóság, ez tovább is fent tudjon maradni uh -huh. a baráti közösségünkben. Uh -huh. Mondtad, hogy a te véleményed szerint, milyen a szervezeti felépítés, tehát hogy, hogy Főnök, a főnök a Tehát hogy, hogy, hogy áll össze igazából az FFG-n belül a vezetőknek a, a, a szerepe? Hát én nem szeretem magamat főnöknek mondani. Vagy, vagy, vagy egyáltalán egy milyen állandóan főnököljük? Vagy egyáltalán milyen szerepek vannak a Igen, egyébként ez, hogy folyamatosan főnöknek szólítjuk egymást, ez egy ilyen mind a kettőnk részéről nagyon hülye szokás. Egyikünk sem szereti, én, én sem szeretem. Ha így szólítanak, Ervin sem szereti, ezért mind a így hívjuk egymást. És hát ragad a közönségem belül is. Um, én azt gondolnám, hogy nincsen uh, ilyen nagyon szigorú felépítés. Tehát attól függetlenül, hogy az Ervint főnöknek hívjuk, ez sokkal inkább vonatkozik. Ő sokkal jobban preferálja az edzőbá kifejezést, és talán ezt Na sokkal azt talán is találtátok is. ki. Így van, így van, ez is tőlünk származik. <laughs> uh, teljesen jogosan egyébként. Uh -huh. uh, sokkal jobban preferálja ezt. Nincs ez a despotikus uh, irányítás, amit, amit uh, vannak, akik bele szeretnének látni. Abszolút organikusan működik, és. Uh -huh. és uh, ő inkább ilyen koordinátor, uh -huh. én, meg, én meg ebben segítkezem neki. Uh -huh. Alattatok még van, vagy mellettetek van még valaki, aki ilyen kiemelhető és ilyen nagyon aktív szerepet játszik a szervezésben? Tehát, hogy mikor legyen játék. Tehát amikor beszéltem, most itt hát hát Ugye a, a közösség szabályat. organikussága ebben mutatkozik meg, hogy mikor legyen, hogy legyen játék. Tehát, hogyha uh -huh. az egyik tag bedob egy játékot, hogy fú, el, jó lenne elmenni, akkor azt nem elvetjük, mert nem az Elvin vagy a Krisztián találtak ki, uh -huh. hanem akkor vizsgáljuk meg, mit lehet ott csinálni. És abszolút egy ilyen. Uh, organikus uh, egyenrangúsággal próbáljuk ezt az egész az szóval is fordult egyébként, hogy sem Ervin, sem én nem vettünk részt egy játékon, uh -huh. és mégis a közösség magán belül megszervezte, uh -huh. és megjelentek 15 fővel, és csinálták a dolgokat. Uh -huh. A vitás kérdések amúgy szoktak lenni, vagy az hogy, hogy működik? Tehát mondjuk most csináltak egy szabályzót például, vagy ott van mondjuk az FB oldalakon lehet olvasni, ugye a medik szabályt, majd kitérünk, hogy van saját medik szabályotok, amit gondolom a saját játékaitokon használtak, hogy ezeknek a, a Megbeszélése, megszavazása ez hogy történik? Tehát, hogy hogy vagy te azt mondod, hogy gyerekek, a szabályzóban az van, hogy aktív játékos az, aki kétetente jön játszani, és akkor ez így van. Tehát, hogy, hogy van -e ilyen demokrácia, hogy, hogy történnek meg ezek a, ezek a döntések? A na, comment section, out of control, most kezdődik. A, akármilyen ilyen furcsa is, egy közösséget, egy csapatot, egy vállalatot, egy céget azt azért vezetni kell. Uh, igen, törekszem arra, hogy például a csoporton belül szavazásokat írja ki a gondolatokról, amik eszembe jutnak, vagy amik felmerülnek mondjuk egy játék után, hogy itt volt egy kis koordinációs probléma, stb., vagy hú, hát a a azzal a, a hozzánk csapódott csapattal mit kezdjünk, és akkor mi legyen rá a közösségi szabály. Mm. Tehát ezeket kiírom, és akkor meg lehet szavazni, vagy vagy közlök egy állítás és akkor írjátok le kommentben, hogy mi a véleményetek, és akkor az alapján mennek a dolgok. Annyi, hogy Hát elég kezdeményező vagyok. Aha, jó, hogy jó, ugye te ha, Térjünk erre a medik szabályra, az hogy működik, mert hogy ugye adáson kívül én mondtam, hogy próbáltam megtalálni, de nem is sikerült. Hát, de azt de, Igen, igen, mert tenap, elég későn este kezdtem ennek utána járni. De hogy mi ez a medikszabály? szabály, miért más, vagy egyáltalán más, mennyiben kompatibilis mondjuk, bocsánat, a masz lévő medikszabályhoz. szabályhoz? Hát azzal sem ennyire. Aha. Vagy, vagy miért kellett egyáltalán új medikszabály? Miért nem volt jó masszos? A medics szabály az én szemszögemből azért kellett, mert 14 éven játszom, és az a fajta stoppos medik szabály, ami semmi valószerű lehetőséget nem ad a kezedbe, mm -hmm. viszont folyton ezt a mil dolgot, meg ezt a legyen olyan, mint, a, mint az igazi, Aha. állandóan ezt csépeljük. hát akkor a medik szabályunk, ami egy eszméletlenül jó, jó alapköve egy játéknak. És a friendly Fire játékokon mindig van egy tök egyszerű feladat, egy tök jól használható medik és a fiúk csak harcolnak el, szoftoznak, és ennyire bőven elég odafigyelni. És ez hozta, a, ez a gondolat hozta, hogy hát találjunk ki valamit. És legyen valószerű, viszont legyen oktató jellege, de hogyha már oktató jellege van, akkor legyen lépcsőzetesen felépítve, és a személyes élménytől induljon el, mondjuk az összedolgozásig. Első találatot megkapod, 30 másodperc önellátás. Ezt sok helyen van ilyen. 5 uh -huh. perc a kivérzés, na de el is kúszhatsz. Hogyha te uh -huh. öt percig a kedvenc fedezékethez szeretnél fúzni, ami 150 méterre van onnan uh -huh. előttek, hát akkor menj, csináld. Ez uh -huh. így hülyén hangzik, hogy hú, de ez miért kell? Azért, mert kúszás közben amúgy lefele nézel. Uh -huh. És mondjuk nem a harcteret figyeled magad körül, élhetnek meglepetések. Uh -huh. És például erre épül a második találat. Találatot kapsz, itt már nem tudod magadat ellátni, hanem már a társad segítsége kell hozzá. Mm. Az első találatnál beszélhetsz, megjelölheted, honnan jön a tűz, mekkor elővel állsz szemben, satöbbi, amíg ellátod magadat. A második találatnál már csak segítséget kérhetsz. Tehát fokozatosan mm. uh, bevonja a játékos társadat a medikelésbe, valamint elkezdi csökkenteni a saját lehetőségeidet. És mm. a harmadik találatnál pedig uh, ugye visszaállás van. Ez a, a sorozatnál, tehát hogy most én eltalálok, Összesen, de még látlak. Akkor a második találot be lehet vinni, és akkor azzal Aha. medikelésre el... De értem szerint, tehát egy sorozaton hmm. belül. Értem, de az nyilván egy, egy, egy sorozat az egy talánnak számít, de én látom azt, hogy ah, még ott vagy, még látom, mert mondjuk, ő hiába összeestél, de mondjuk egy placon vagy, tehát nem, se fal, se bokor, nem véd, és ja, akkor még Így láb, van, be lehet vinni, Akkor, akkor az, az a világos, tehát ez, ez ad a, 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 egy mozgásteret, mondjuk, ez Igen. tök jó, tök jó. Ehhez még talán annyit hozzáfűznék, Ervin elmondta, hogy hogyan működik ez elméletben, és akkor én, mint aki ezt mm -hmm. rengetegszer megjátszott elmondanám azt, hogy alapvetően ez azt eredményezi, hogy a játék nem ér véget abban a pillanatban, amikor az ember találatot kap. Tehát nincs az, hogy megy rettenetesen a játék, jön a találat, lemegy az adrenalin, fölmegy a narancskendő, és akkor vége mm. van mindennek, és akkor most egy percet, vagy itt ameddig kell állok és várok mm. a társaimra, hanem egy ilyen, egy ilyen tök jó flót ad az egésznek. Mm. Tehát eltaláltak, és nincs vége a játéknak. Ugyanúgy, ha harcolok tovább, nyilván egy most el kell látnom Más. magamat, levágódom a földre, elkezdek kúszni, gurulni, amire szükségem van ahhoz, hogy fedezékbe kerüljek. És gondolkodom tovább. Gondolkodom azon, hogy megvolt az első, a következőnél már csak a társam Baszka. fog tudni ellátni. Akkor lehet, hogy mikor kúszok ki a tűzvonalból, akkor már a társaim felé fogok kúszni, és befejeztem azt, amit előtte csináltam. Tehát mindenképpen gondolkodás a sarkal, és ez egy olyan extra élményt faktort ad a játéknak ahogy Ávrin elmondta, van egy jó medik szabály, és van egy egyszerű feladat, és mégis csodálatosakat játszunk, mm -hmm, és mm, hatalmas t -t -t. élmény. Ö, amúgy, amikor ilyeneket játszotok, és utána elmentek egy karszalagos játékra, az, az mennyivel visszásabb. Tehát, hogy ó, azt is megvolt. Tehát, hogy visszaállni a régi rendszerben mennyire, mennyivel rosszabb. Ö, ebből nem csinálunk problémát. Én nem. Én abszol, uh -huh. abszolút nem csinálunk problémát, tehát nem, én nem szeretem ezt az acsalkodást, hogy mm. ó, most akkor ez miért a szal, meg akkor itt miért nem csináljuk úgy, ahogy mi akarjuk. Mm -hmm. Nem, nem akarjuk úgy csinálni, a szervező kiírja a szabályokat, kész, azt mm -hmm. el kell fogadni, elmegyünk és úgy medikelünk. Uh, és ér, impresz, abszolút, amúgy érdekes kontraszt, hogy amikor bevezettük ezt a medik szabályt, ugye a célom az volt velem, hogy következetes legyen a játékosok felé, és olyan mélszímes reflexeket ültesse kell bennük, hogyha találatot kapsz, akkor ne állj már ott, hanem gondolkodj, mert a, a, igen, igen, igen. ha találatot kap a katona, akkor meg akarja menteni az életét, életét hát akkor ezt, van, ezt, adagalim, ezt szedjük. Akkor kezdjük el leszimulálni azzal, hogy azonnal földhöz csapom uh -huh. magamat, és azonnal fedezékbe uh -huh. kúszom, és ugye a sérülésemet ellátom. Tök ugye úgy ez úgy. általában egy könnyű sérülés, na de a másodikat hát kiéli már túl. Igen, már kell egy uh -huh. kis segítség. És akkor gyakorlatilag ez a játékos lépcsőzetességgel próbálok uh, um, élményt adni a fiúknak, uh -huh. és eddig nagyon jól jön össze. És tök érdekes, hogy uh, volt már olyan, hogy más szervezőnek a játszékán a sajátjaim közül rá kellett szólni valakire, hogy itt, itt ne magad, a ez, most, ez most, nem most. az, itt, ne, itt nincs valami, ez nem az, nem az, csak hit, hit, majd megyünk érted. Tehát... Voltak ilyen izgalmasak. Tök jó. Na, a medikrendszer után azért lépjünk egy picit ö, komolyabb idézőjelvetével komolyabb területre. Ö, csapat, csoportosulás, sportegyesület. Ö, mi is az FFG pontosan? van egy hivatalos személye? van, volt, lesz, hogyan tervezitek ezt, a, vagy tervezede, hogy lesz-e ilyen? Most gyorsan beszúrok egy, egy nagyon fontos hmm. FFG uh, alapfundamentumot, hogy a Friendly Fire Group az uh, önálló csapatok és játékosok baráti közössége és szövetsége, hasonló gondolkodású játékosok mm. és csapatok szövetsége. Jelenleg nem rendelkezünk jogi ö, személyiséggel, de amilyen dinamikával jelenleg fejlődünk, és amilyen lehetőségeink vannak, én nagyon szeretném, hogyha amikor eljön az idő, akkor sportegyesület lehessünk. Mm. Ezt hogy látod? időben, tehát hogy FFG-rajongók, két hónap, két év, nem, fél év. Jövő, jövőre. jövőre a érdekes élethelyzetek, hogy fél évet csúsztatták itt nagyon sok mindent az uh -huh. életemben, idén már nem szeretném bevállalni. Uh -huh. A 2022 legnagyobb feladat a számomra, hogy a Covid után összeszedni a fiúkat. Uh -huh. Újra. Uh, és újra az a rendszerességet újra... Igen, igen, igen. tehát hogy a, a rendszerességgel felmérni azt, hogy hányan maradtunk, hogy a 108 főből most 40 fő az aktív, mm. vagy 70 fő az aktív. Minden, tehát a 2022-ben mindenképpen a, a régiekre szeretnék koncentrálni. Természetesen, hogy jelentkezik valaki, akkor a beillesztés az elkezdődik. Mm -hmm. De minden a jövőre lenne a Sport Egyesület mm -hmm. célja. Jó, akkor akkor még nem tudsz mondani olyan adatot, hogy a COVID után mekkora volt a lemorzsolódás, tehát hogy hányan hagyták a pontosan? Nem, nem. No, a fél csináltam, fél csináltam felméréseket de drámainak én nem a saját közösségemben belüli változást látom, mert amúgy szívet melengető az, hogy olyan három gyerekes családapák járnak rendszeresen mm. eseményről a játéka, akik amúgy a Covid előtt egyébként kétszer találkoztunk. Aha, okay. Tehát én inkább a, ugye a munkámból kifolyólag inkább a teljes játékos közösség még szélsőségesebbé válását mm. látom, és mm. nem véletlenül próbálok itt a Friendly fire a játékosok megtartására és az utánpótlás nevelésre koncentrálni, mert még nagyobb lesz a szakadék a régi és az új felfogás között, és ezt már mm -hmm. most látom. Mm -hmm. ö, oké, benne vagyok, mikor kerülök ki? Volt-e már erre példa egyáltalán? Mikor ö, raktok ki valakit a Fire-ből? Milyen viselkedés, milyen tehát magatartás, vagy, vagy mi mi az, ami amire figyelni kell, mert különben eljön a szakadás pillanat. Hát hogyha a... Igen, igen, a csapaton belüli szakadásról mindenkinek megvannak a történetei, mikor romlik el a, a képlet. Hát hogyha a személyiséged és a hozzáállásod hoz befelé a közösségbe, uh -huh. ugyanezt fog kifelé is vinni, Salkalatos példák, találatmegadás. Bocsánat, mm. találat, nem, nem megadás, megadás, találat nem megadás balhé a játékon, mm. már nekünk is szemet szúró, etikátlanabb dolgok, mm. olyan hang nem a játékosok vagy a szervezők felé, ami mögé mi nem akarunk beállni. Valójá... Volt már ilyen példa? Volt. Volt, volt, ugyan szelidebb formában, de a 164 főből lett 110-valahány fő, mert kilenc játék alatt kiderült az, hogy kik azok, akik a, ezzel a közösségi, kollektív élménnyel együtt tudnak élni, uh -huh. és kik azok, akik úgy nem nagyon találják meg benne a helyüket, és akikkel három négy játékon keresztül problémát, hogy figyelj, úgy lőnek hátulról, tehát uh -huh. hogy ez, ez nem az a játék, nem fizetsz be három ezet és akkor lejátszott, hanem uh -huh. ez így, ők a barátaid. Uh -huh. uh, igen. Volt is, ilyen. Igen. Ilyen. Aha, aha. Jó, csak uh, kérdeztem, hogyha okay. beszéltünk a bekerülésről, akkor hogy lehet kikerülni. Uh, jó, megvannak a saját játékaitok, uh, jönnek más játékok. Hogyan készültök egy játékra? Uh, ugye alapvetően hogy döntitek el, hogy melyik játék? ott preferáljátok. Tehát azt mondjátok, na most akkor ez lesz, nem tudom, tökörön lesz egy új játék, vagy, vagy persze Timrén, vagy akárhol, tehát teljesen mindegy az országba valaki meghirdet egy játékot, és gondolom monitorozzátok, é. és akkor mi alapján döntitek el, és hogy készültök fel egy ilyen, ilyen játékra, milyen rendezvényre? A mi alapján döntjük el, az kicsit random. Tehát, hogy így jönnek a közösségen belülről a javaslatok, Um, általában így valaki talál egy játékot, aminek is szimpatikus, és akkor feldobja a közösség részére, hogy srácok, mi lenne, hogyha mennénk. Um, és attól függően, hogy mekkora érdeklődés van, illetve, hogy um, éppen aktuális eljött -e a, a az időszakos szakaszjáték része, annak megfelelően hirdetjük meg a közösségen belül a játékot. Um, és lehet ez bármilyen. Tehát, hogy ahogy már egyszer említettem, ugye mindenféle játékokra, tehát megfordulunk ugyanúgy a, a tököli játékokon, a sokatlövős játékokon, de most nemrég egy két hónappal ezelőtt elmentünk nagy kátára is egy relatív komoly Milsim mi yeah. játékra. Um, tehát mindig a közösségem belül így Szembe jön uh -huh. Facebookon, vagy bárhol a akkor uh -huh. Bárki feldobhatja igazából a csapatokat, hogy Úristen, lesz egy ilyen játék, nem tudom, akár pápán, akár hol. Az, az akkor... a jó ez ebben a nagy létszámú közösségben, hogy egy csapaton belül, ahogy én megfigyeltem, elég határozott irányok vannak arra, hogy milyen típusú játékokat mm. látogatnak. Viszont egy közösségen belül, ahol mondjuk van 10-12 csapat, ott, és haverok vagytok, ezek kicsit elmosódnak a határok, és hogyha én el akarok menni játékra, de a Krisztián nem jön el velem, akkor mm. közösségem belül lehet, hogy találok még négy olyan srácot, akivel amúgy el tudok menni, és meg tudom ugrani azt mm. a játékot, és talán ettől olyan nagyszerű az egész közösség. Mert igen, mert elmész ezzel az öt teljesen más, vagy tíz teljesen más emberrel, viszont az alaptudás az meg megvan. Tehát és ugyanolyan jól érzed igen, igen, magatokat. És ugyanúgy a ugyan, baráti kötelék megvan. Aha, ha. tök jó, tök jó. Jó, kicsit beszéljünk a jövőről, hogy miket terveztek a jövőben. Üm, és az első kérdésem az lesz, hogy oké, jártok de hogy az FFG fogja -e valaha szervezni játékot. Tehát hogy van egyfajta ilyen gondolkodás, de hogy hogy fogtok-e saját rendezvényt, vagy rendezvény sorozatot csinálni esetleg, ami, ami nem csak FFG-n belül történik, vagy ilyet is lehet, de, de mondjuk nyílt játék, tehát nyílt regisztrációs játék, bárki mehessen. Hát ugye Krisztiánt rendszeresen hívják oldalszervezés, oldalparancsnoknak, mm -hmm. ez amúgy egy ilyen óriási büszkeség, és így tök jó, tök tök a, hogy ő ezt a kapcsolatot fenntartja. Na most, ha rajtam múlik, akkor az a hagyományos, befizetős 4000 forintos nyílt regisztrációs játékot én biztos, hogy nem fogok rendezni. Mm -hmm. Nem rossz indulat vagy elitizmusnak az eredménye, mm -hmm. hanem hogyha már van egy, egy progresszió, egy egy folyamat, amit, amit felépítünk, akkor azt, azt nem is szeretném ö, elengedni. Ö, igen, lesznek Friendly Fire játékok, ahova nem Friendly fire csapatok jelentkezhetnek. Uh -huh. Lesz egy, hát hívjuk beléptetési protokollnak, ez most nagyon jó katonás volt, uh -huh. de nem, uh -huh. hanem mondjuk úgy, hogy egy bemutatkozás követően, hogyha az elképzelések találkoznak, akkor igen, eljöhetnek hozzánk például szim játékra, uh -huh. vagy valami küldetéses játékra, ugyanis 2022-ben nem csak így a régieket szeretnénk újból vitalizálni vagy visszaszerezni, hmm. hanem a, a külsős kapcsolatépítésekre is nagyon komoly hangsúlyt szeretnénk. Hmm, hmm, hmm. Ö, ugye, sok játékon jártok, ö, milyen viszonyotok a szervezőkkel? És most így nevek nélkül, tehát, hogy északtól délre, tehát bárhol, akár város, akár vidék, tehát a főváros vidék kapcsolatában. Alapvetően én szeretném azt mondani, mi úgy gondoljuk, hogy jó. Uh -huh. Próbálunk mindig kooperálni. Nyilván tudjuk azt, hogy amikor megjelenünk egy játékon 30 fővel, uh -huh. az azért egy elég nagy felelősséggel jár. Hiszen 30 fő egy elég nagy erőt képvisel, és mikor éppen tárazik ebédel, stb., akkor pedig nagy a hiány. Uh -huh. És ezért szoktunk, tehát próbálunk a szervezőkkel kooperálni, próbálunk amennyire lehet az igényeiknek megfelelni, és, és segíteni őket ilyen szinten a munkájukban. Én azt gondolnám ezáltal, hogy alapvetően jó kapcsolatunk. Mert mondjuk az, hogyha téged hívnak oldalparancsnoknak, tehát az, az, szerintem már egy pozitív visszajelzés, én úgy gondolom. Tehát, hogy jó. Hogy amúgy a, a megítélését? Tehát nagyon sok játékon vagytok jelen. Milyen szerintetek a ti megítélésetek? a magyar közösségen belül. Tehát azt mondjuk, hogy jó, jönnek az FFG-sek. Milyen a megítélésetek? Szerintetek belülről mit láttok kifelé? Vegyes. Aha, legyes, vegyes, legyes. Vegyes. Val – Vegyes. – vegyes, Valaki azt mondja, hogy úristen, ez, ez nem. Tehát, hogy mondjuk egy kis létszámú játékon megjelentek, amúgy 30-an összeszokottan uh, tudván, hogy mit kell csinálni, tehát uh, szakaszszinten is tudtok mozogni. Azért az, amit te is mondtad, ez meg tudja borítani amúgy a játékot. Igen. Uh, ez negatív, pozitív hatással jön le? Most nem a szervezőkről, hanem kifejezetten a játékosokról gondolok. Um, nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk közösségen belül a saját működésünkre és a lehetőségekre, és ugyanezt megkapjuk kívülről is. Tehát mm. az érdeklődők, sziasztok! Szeretnénk veletek játszani, mert szimpatikus, amit csináltok, uh, hiszen ez a, ez a kollektív szakasz szintű azért az egy teljesen más élmény, mint amikor uh, négy hatosával karitatív bokláztatnak benne az erdőben titeket, mm -hmm. uh, és egy teljesen mást élmény, élményt ad. Viszont ennek ugye az álnyó oldala az, hogy uh, megint itt vannak az FFS-ek, azt uh, és akkor majd itt a kritikáknál, akkor kiszílezzük ezt a, ezt a történetet. De hogy ezt, ezt pontosan micsoda és hogy folytatódik a mondat? Hát ugye a, a, a magyaros alapvető hozzáállás, hogy ugye én egy elitista szívelklubot hoztam létre a saját egómnak a, a, a legyezgetésére. Amúgy abból van bűn. Egóm van, viszont ezt az egészet a, a sportban vetett, az elszóba vetett hitemből csinálom, és ezért mm. is van például a Dead Fox és a Friendly Fire Group rendkívül szétválasztva. Mm. Tehát a fiúknak nincsenek előjogaik, meg a igen, fefe... ezt akartam kérdezni, az FFG-ben sem kell nálam szereltetni, sőt, van olyan közvetlen barátom, aki teljesen máshova viszi a mm. replikát tuningoltatni, és ez tök jól van így. Mm. Én erre nem, nem haragszom, a, és szerintem ez, ez egy tök egészséges dolog, és amit előbb hogy hogyan lehet kikerülni. Ö, igen, amikor 60 emberrel kevesebb lett a Friendly Fire Group létszáma, nekem 60 emberrel kevesebb lett a szerviz létszámom, tehát az ügyfeleim létszáma, és uh -huh. simán meg merem kockáztatni, és, és végigcsinálni azt, hogy uh -huh. akkor is ezen az úton úgy megyünk végig. Uh -huh. ö, megítélésünk vegyes, lesz szerintem olyan magyaros, ö, <laughs> magyaros ö, ö, <laughs> jelleg, hogy, hogy mindenképpen vannak ugye negatív felhangok. Igen, ezek a kritikákra akartam, hogy kaptatok a -e kritikákat, és igen, igen. ha Van, van ilyen pontos kritika, azon kívül, hogy ha megjött a Dötke Szívar Tehát ugye az elitista a Klubot vezetek, ugye onnan van. indulunk. És aztán mindenféle, bármivel, amit, amit csinálunk, bármivel kapcsolatban nem tudunk térdelni, nem igen. tudunk mozogni. Igen. Így van a Dead Cat works replikáinkal replikáinkkal tudunk kijönni guccizni délután kettőig, pózolni képekre, és aztán hazamenni. Így van. A halott mögé Így van, a halott mögé elbújás, az overshootolás, egyébként ez egy új keletű dolog, ez az elmúlt fél év, egy év hozománya. Mi van még ezen kívül? nyilván nagyon sokszor megkapjuk, hogy nagyobb a szánk, mint a, amit valóban tudunk. Így van. Ja, mert hogy összejöttetek egyszer, nem sikerült bevenni az épületet, vagy egyszer valaki titeket került meg, és igen. alul így maradtatok, van. akkor jön, na, hát ennyit tudtatok. E, igen, 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 abszolút. Ha, ha. Így van, de alapvetően a, a, az egyik legélesebb, ez a, ez a pózerkedéssel kapcsolatban, hogy mi csak azt tudjuk, hogy képekre összeállunk, az Instagramra az tök jól néz ki, és így, hmm. így ennyi a tartalom. Ez, ah, ez még amit nagyon sokszor. Ez, ez mitől lehet amúgy? Tehát, hogy, hogy ez, a, ez, a, fajta hozzáállás, ez a fajta negatív hozzáállás, hogy, hogy ti most, te, most, kitaláltál valamit, mindenki tudja, hogy igazából ez egy, ez egy meghívásos alapú történet, ahol tréningeltek konkrétan, tehát hogy, hogy gyakoroltak is, nem csak kimentek játszani, és ettől körülleng titeket egy olyan, olyan Hát ilyen, ilyen, köd, lila köd, hogy, hogy ú, akkor ti profik vagytok biztos, és erre hát erit mert ti már tréningeltek. Én. És ha valaki ezen túl lő, és mert, mert az erszóban miért ne lehetne az, hogy egy összecsapáson alul maradtok? Tehát azért, mert valaki tréningel, az így nem van. azt jelenti, hogy, Abszolút hogy mindig minden szituációban meg fog oldani mindent. Tehát ez egy hülyeség. Tehát, Én. így. hogy, tehát amit ugye nem tudok minden egyes kritizáló elszoftosnak elmondani, hogy nem az út végén vagyunk, és mi nem. azt állítjuk, hogy mi aztán professzionális. nem. A persze. Mi egy úton haladunk, és egyáltalán nem hiszük azt, hogy mi szuper mindenki felett álló nem. közösség vagy csapat vagyunk, mi csak egy szeretnénk lenni a sok nem. közül, és ugye motiválna a többieket, hogy amúgy ez egy, ez egy hatékony út és egy teljesen másfajta és a más szint, szintű elszoft élményt tud adni, és nem. hogy amúgy lehetne ezzel próbálkozni hát ugye nyilván ezt senki nem kérdezi meg soha, akik, akik kritizálnak, ők ja, nem versze. szokták ezt a kérdést feltenni. Ja, és igen, jó, a valós életben is van halott névig szíveszes katona. Tehát egy, igen, persze. Na mindegy, igen, ez egy, ez egy érdekes dolog. Kis létszám, nagy, nagy létszám, melyikre nehezebb amúgy felkészülni, amikor van egy nagyobb létszámú játék, és ott kell megjelenni, vagy akár több napos játék, ez mennyire nehezíti meg a amúgy az összeszervezést, felkészülést igazából? Uh, mivel sokan vagyunk, uh, ezért rendkívül. Tehát teljesen más, hogy négy főre kell mondjuk egy kemping részt összerakni, uh -huh. meg teljesen más, amikor uh, például az as 300-hoz, uh, kobzoshoz megyünk játszani, és oda kell jönnöm neki, hogy létszíves, már egy 200 négyzetméter legyen lenyílva a füle, uh -huh. mert nincs hova tennünk a sátunkat, és amúgy viszünk 40 darab sátrat. Uh -huh. Tehát nekem háttérmunkában mindenképpen rendkívül oda kell ráfigyelnem, és, és szervezőként kell gondolkodnom, hogy jó, most oda megyünk, ez a játék, ez erről szól. Én látom a belső csoportban, úgy Jézuson megyünk 32-en, oké, tehát hogyan lehet, hogy ezzel mindenképpen számolni kell, és nekem nagyon sok időmet veszi el például az ilyen szakaszjátékban a szervezőkkel való egyeztetés. Mm -hmm. Volt olyan szervező, aki az egy, egy szakaszjáték után szólt, hogy tök jó lenne, hogyha egy máskor nem mennénk ennyien és ezt teljesen meg tudom mm. érteni, mert én ugye mivel játékot is szervezek, tisztában vagyok a nehézséggel, és amit ugye már Krisztián kétszer említett, a pályán vagyunk összehangoltan túl sok egy kis csapatokból uh -huh. álló ellenfélnek, ha meg nem vagyunk a pályán, akkor meg tök jogosan mondja a szervező, hogy ő szeretne szolgáltatni, mm. és amúgy a, az oldalnak a 70 a most éppen tár, az, meg, szembicsezik. Úgy, sokan vagyunk, ezért nem négy percig tart minden, hanem Dezős. sokszor négy percig Aha. tart. Aha. Mennyi volt a legnagyobb, meg legmagasabb létszám, amin, amivel részt vettetek? 30, 39 fő. 39 fő, ah, Mondjuk ez, ez sokat elárult, tehát, hogy mondtad, hogy voltatok 160-an is, és akkor e, abban az aranykorban is mondjuk 32 fő volt a, a, a legnagyobb létszámom, Hát amikor valami? én megcsináltam ezt az egészet, én arra számoltam, hogyha a játékosok egy ötöde hajlandó ember uh -huh. részt venni, akiket én, én behívok, akkor az ilyen szuper szám, és viszont nagyon jól sikerült, és ez felment ilyen egynegyed, egyharmadra. Uh -huh. uh -huh. Most is, ahogy a felméréseket így nézeketem a csoporton belül, azért a... A 110 főnek a 45%-a még aktív játékos, ugye? Mm. És itt ez egy óriási kérdés, amivel sokat kell dolgoznom, hogy eleve elsoftozzon. Mm -hmm. Nem is az, hogy a felni aktív legyen, a, hanem. Jó, amúgy. Tehát a COVID, a COVID a, az élethelyzeteket és a szokásokat, ezt az elmúlt két évben teljesen felülírtak. Mm -hmm. És így Semmi. eltűnt a társaság, de nem csak nálam, hanem amúgy a játékszervezők minden, is igen. hívtak, hogy Hol a játékos vagy mit kell hmm. csinálni? Öm, hát ez egy érdekes szituáció, amit hmm. meg kell oldani, mondjuk úgy, hogy. Jó, hát, milyen um, körülmények között harcolunk? Igen. Hmm. Jó. Ö ti hogy látjátok? Azért nálad már nagyjából tudom a választ, úgyhogy lehet, hogy téged foglak kérdezni, vagy te dominálsz majd a válaszba, de természetesen véleményedet ne folytsa magadba. Ne, nem szeretnék uh, nem, nem Hogyan szeretnék látjátok szó. amúgy a Magyar Airsoft jelenét, illetve jövőjét, hol tartunk, hol fogunk menni? Ugye ezt szoktam, szeretem megkérdezni amúgy. Uh, így a Friendly fire belülről, ha kifele tekintünk, akkor hogy látjátok a, a Magyar Airsoftot jelenleg, és merre megyünk tovább? Hú. Um, hát jelenleg uh, azt mondanám, hogy vannak problémák. Vannak problémák. Um, játékszervezés terén uh, egy bizonyos stagnációt érzékelünk. Um, ez igazából a Ervinnek a része lenne, mert ő tudná ezt nagyon szépen elmondani, hogy mik a problémák ebben. Um, mondjuk, hogy nem látjuk azt a fajta fejlődést a, a főleg szervezői részről, amit a nyugati játékokkal tapasztalunk. És nem csak feltétlenül nyugatról, tehát a, a, amit, ami szembe jön az interneten, hogy milyen játékok és milyen uh, szervezői és per játékosi úgyszint mentalitások vannak uh, külföldön. tudsz emelni egy, egy példát, hogy pontosan mire gondolsz? Um, nem kell az összeset, csak mondjuk egy, ami biztosan szemet szúr. Például az, hogy uh, hogyan kezelik a játékosaikat a szervezők, uh -huh. uh, mennyire tartják őket uh, komoly, tehát mennyire veszik őket komolyan, mennyire mennyire várnak el, vannak elvárásaik feléjük. Tehát az például, hogy amikor én kiírom a játékomra azt, hogy már pedig ebben a dresscode kell megjelenni, uh -huh. akkor abban a dresscode kell megjelenni, és nem azért, mert nekem szükségem van arra, mint szervezőnek, hogy te igenis elküsd a 30 ezer forintot a ruhára, hanem azért, mert kiírtam. Uh -huh. Ilyen és ehhez hasonlók. a szervezői következetesség igazából. Uh -huh. Amit látni szeretnénk, és sokkal szívesebben beszélnék erről, mert ez egy vidámabb topik uh -huh. számunkra, a kompetitív játékmódok és, és a versengés. Uh -huh. Mert hogy mi erre az egész szerszoftra nem csak, mint egy egyszerű hobbira, és mint egy vasárnap reggel 10 órától délután háromig tartó dologra tekintünk, hanem úgy tekintünk rá, mint egy sportra. Egy uh -huh. sport, ami az életünk része hétfő reggeltől vasárnap estig és ennek megfelelően is ö, kezeljük. Tehát ö, nem szűnik meg sem a, az emberi kapcsolatok, amit a, az FFG-n keresztül építünk, nem szűnik meg vasárnap estével, nem szűnik meg a, a tudás vágyás sem. Uh -huh. Tehát ugyanúgy hétköznap is foglalkozunk különböző taktikákkal, nézegetjük a különböző Instagram A való így van, igény, ez mindig megvan. De így van, így van, így van, folyamatosan, és nagyon várjunk arra, hogy, hogy ezt tesztelhessük. Uh -huh. Tehát szeretnénk, hogyha ha, ha olyan játékokon vehetnénk részt, ahol igenis lehetne nyerni, uh -huh. és nem Ezt megjön. én nagyon hiányolom amúgy, tehát hogy a végén ki legyen mondva, hogy 32-21 vagy akármi, tehát hogy hogy Timos jók voltatok, Timos rossz, tehát valaki megnyerte, és és tök jó lenne, hogyha az Airsoft társadalom bizonyos része erre nem úgy reagálna, ha éppen a vesztes van, hogyha... Jó, akkor én szar, szar, szar volt a szervező, nem a, szar, já, de, tehát nem a szervező volt szar, hanem ma éppen, te nem voltál jó, és nem, nem voltál szar, hanem te most kevésbé teljesítettél jól, és jó lenne, hogyha ez motiváció lenne arra, hogy, oké, okay, rendben, most elvesztettük 32-21-re, mikor lesz a folytatás. Tehát, és akkor hazamegyek, és levonom a következtetést, és úgy jövök vissza, hogy, meg elnézést, de hogy akkor most én most nyerni fogok. Tehát, hogy ezt, tehát... ha most így szabad beleszólnom egy rendkívül rövid monológ keretében és a ködös fellegekbe um, szeretnék szárnyalni a, a mondani valómmal. Oh, neki szofisztikáltan oh, vezetett fel. Oh, oh. Tehát az Elsoft eddig um, szokássá vált, ez egy hobbi felfogása. Uh -huh. Sajnos nagyon sokszor odáig vezet, ugye, hogy nem lehet azt mondani, hogy valaki nyel, viszont mindenki hozza otthonról, igenis, a külső társadalmi iszonyokat uh -huh. és viszonyokat, és um, és, ez, és ugye a régről hozzuk ezt, hogy ez, az, ez, ez a sport, ez így mindenki, és senki nem lehet jobb, és mindenki egyenlő. Ez így tök rendben is van. mert az élményért így, is van, így vissza van, vissza. van, így van, így van. Ja, csak uh -huh. azért a szüleid meg szoktak tanítani, hogy egy kártyajátékban nem csak veszít, vagy nem csak nyelni lehet, lehet, hanem lesz. mondjuk veszíteni is. És uh, talán a fejlődés egyik legfontosabb útja, mint ahogy az előző podcastben is elmondtam, hogy így élni és élni hagyni, és így elfogadni, és nem, nem a rossz dolgot megkeresni, mert, hogy hú, hát most kikaptunk, hanem na, akkor legközelebb visszajövünk, Hünk, és akkor és menjünk. hogy nyerjünk. És, igen. és, és önkritika, akkor, tehát hogy ami tehát nagyon fontos, hogy az a melyik is önkritika. Tehát a Krisztiánnal ne... pont arról beszélgettünk, hogy nem azért akarunk kompetitív játékokon részt venni, hogy mert mi mindenkit le akarunk győzni, hanem például szeretnénk azt tudni, hogy az a felkészülés, amit mi beleteszünk, vagy éppen az Mire aktu jó. Éppen az aktuális hozzáállás és szemlélet, vagy fókusz, ahol milyen szinten vagyunk, az mondjuk a, a magyarországi elszoft közösségben az hol van? Igen, ez mennyire durva, amit mondtál nem nem sokkal korábban, hogy hogy van, aki úgy áll hozzátok, hogy annyit tudtatok, és akkor te meg úgy állsz hozzá, hogy jó, akkor ma, ma ledaráltak minket, Miért? Tehát hogy ez, ez, ez valami nagyon durva nem Ledaláltak minket, és akkor azonnal jön a megoldása, hogy 360 fokban kell figyelni. Mm. És azonnal mindjárt a tréningen az utolsó hátsó, tehát a hátul biztosító fogalma. a, igen, a, az, az tehát a, a hátul biztosító fogalma azonnal értelmet nyel, és a srácok a saját bőrükön tapasztalták, hogy ú. El oda kellene figyelni. Mm. Illetve itt beszúrnék még egy nagyon érdekes, és ö, nagyon kellemes szokását a közösségnek. Amikor megtörténik egy játékon egy ilyen, hogy ö, rettenetesen ledarálnak minket, ö, a játékok után szoktunk tartani egy úgynevezett Éjart, art. tehát mm. kiértékeljük azt, hogy mi történt. Mm. Ö, ha jó volt, de hát nyilván főleg, hogyha rossz. Hogyha valaki rettenetesen ö, ö, kezünkbe adta a segünket, akkor... Ö, akkor utána szoktuk tartani uh -huh. egy 20 perces beszélgetést, és úgy mindannyian. Tehát körbáljuk az edzőbát, általában uh -huh. ő szokott beszélni, de hát gondolom ez nem meglepő. Um, és, és kibeszéljük egyébként ilyen workshop jelleggel, ah, hogy ki láss. hogy látta, és mit gondolt arról, hogy hol csúsztak el a dolgok, és miért történt az, uh -huh. ami történt. És uh, ez is egy olyan dolog, amit nekem az FFG előtt abszolút nem, nem volt uh -huh. uh, megszokott, és uh, és abszolút eredményre vezet. Igen, ez, ez... Általában azért három-négyszer már nem futunk bele ugyanabba a hibába. Uh -huh. uh, nyilván másodjára még ráfutunk, mert egy alkalom után még Köszönöm, azért nem. de, hogy, de hogy szépen lassan így ezek az ilyen hibák így eltűnnek. Na, nagyon érdekes, mert a Mörszenézel a mi is csináltuk ezt, csak mi taktikai sörözésnek tartottuk, mert neveztük el, tehát a játék után igazából találkozunk általában nálam, vagy nálunk, és akkor megciccentettünk egy-két sört, és akkor elmondtuk, hogy na akkor ma az történt, hogy. És akkor mindenki szépen körbe mondta, és belemondta őszintén a másik szemébe, hogy szerintem ez volt a jó, és ez volt a rossz, mert ekkor ezt jól csináltad, akkor, és ezzel fejlődik, és tehát nagyon fontos volt nálunk is az, hogy, hogy ezt, a, ezt a gyerekes megsértődést ezt hagyjuk, tehát hogy, hogy vitatkozzunk, mondjuk el azt, hogy igen, én ezt ezért csináltam, ez ezért volt jó, nem jó, tehát így, hogy, mert így, igazából így tudsz fejlődni az önkritika útján szerintem, tehát hogy ki kell mondani, hogy igen, ma rosszul csináltam, azt Kit érdekel múlt. Ez tehát. minden sportban működik, csak Igen. az elszokt, mivel rájösszakoljuk, hogy nem sport, ezért itt ezt így nem lehet csinálni, mm. és akkor ezért van ez a nagyon sok hiszti, mm. meg rage, meg hasonló a pályákon. Mm. Ezért is kapjuk ugye azt a sok-sok kritikát, mert jó, ott vagyunk 30 nyilván ráfutunk egy hatfős csapatra, mm. akkor az úgy nem szokott jól elsülni. De hát ez is a fejlődésnek az útja. Hogy hát akkor mit csináljunk? Hát mm. hogy például egy egyszerű taktika, mindenki azt hiszi, hogy a harcba csak beleállni lehet. Mm -hmm. Ott van valaki, új, lelövöm. Nem. Igen. Tehát a abból... taktikai visszavonást sohasem, sehol nem láttam. Egyszerűen. Azért, mert az emberek szégyennek élik Igen. meg. Pedig viszont, nem. Tehát egy... pedig, viszont a, a, a manővelben az nem a szégyennek a, a, a jellege, hanem hogy az élő előtt meg akarod védeni. Mert ez az... magad, mert lehet, hogy pont Igen. az a probléma, hogy rossz fedezék vagy jelen pillanatban, és hátra 50 méter. Egy jobb fedezékrendszerre, Igen. és mit fog csinálni az ellenfél? Lát, ahol te voltál, van, abba van. a szar fedezékrendszerbe fog elmenni ez a taktika. És, és akkor vissza valójában vissza. A, a, a tréningeknek, meg ezeknek a, a, az after briefingnek ez a, uh -huh. a, az igazi mondani való és kulcsa és lényege, uh -huh. hogy felmérjük azt is, hogy, hogy mit kellett volna jobban csinálni, uh -huh. és azt így elültessük magunkba, hogy 360 fokos figyelés, Hát a felé biztosítunk, mm. mindig a következő fedezékig megyünk, tehát sosem mm. ne, ne tébláboljunk innen. Igen, a, igen. A, a, a. Ti hogyan pozícionáljátok amúgy magatokat a Magyar Elszoft közösségben, hova nőhetik ki magát ez az egész FFGT, hogy látjátok ezt? Mi lehet a ti szerepetek alapvetően? Hát én nagyon szeretném, hogyha egy jó indulatú példa lenne a Magyar Elszoft közösség felé, hogy lehet, tovább fejlődni, és van még lehetőség mm. amúgy az Airszoftban. Nem az egyetlen és a legjobb szeretnék lenni, hanem eszméletlenül örülnék neki, hogyha mellettünk nagyon sok ilyen lenne, mm. egyrészt a játékok élményfaktorát és az egész LSOFnak a képét megváltoztatná az, hogyha például nagy létszámú összeszokott, hívjuk úgy, hogy sportcsapat vagy sportegyesület szintű csapatok vagy közösségek alkotnák. Mm. Egyrészt ugye egy-egy komolyabb játéknak a létszáma is jelentősen meg tudna nőni, mm. a harcok is sokkal élvezhetőbbek lennének, És, de hát ezek ugyan olyan dolgok, hogy csak meg kell nézni a, a YouTube-ot, csak ki kell mm. nyitni a YouTube-ot és be kell írni, hogy American Milsim mm -hmm. vagy Milsim West, és ott szervező, szervezői szinten történik a szakasz szintű játszatás. Mm. Uh, hoznék egy régi példát, Miért férti sem ez a szakasz szintű játszatás? Nem azért, mert engem szakaszban tanítottak meg harcolni, hanem azért, mert amikor elszoftoztam, nagyon sok játéknak a nagy finálé volt a mm. vég, és akkor mindenki egymásnak megy, és ilyesmi. Mit éreztél a nagy finálénál? Egy felfokozott hangulatot, egy gigantikus harcot mindenki dobálta, jó nem, nem dobálták a grálát. Jézusom! A gránátot! Jó, ez elővezett valamit. Jó. Halljárt. Tehát, hogy ment, ment, a, ment a nagy tűzharc, és amúgy egy csodaszép lezárása volt a játéknak. És mm. én annól mondtam szervezőknek, hogy de miért nem szól az egész játék erről. Mm. Tehát, hogy oké, okay, hogy hat órán keresztül bóklászunk, mennyi lehetes épületben néz meg ott vagyok-e. Okay. Tehát, hogy ez úgy tök rendben mondta, hát mi miért nem csináljuk ezt úgy játékokon, mm. ha Hogyha kinyit, kinyitunk egy egy hadműveletről szóló könyvet, és ott a hullámokról van szó, hogy hogyan uh -huh. harcolnak akkor miért nem harcolunk hullámokban? Uh -huh -huh. És akkor mindjárt a Field Commanderek, a, a hq a, a koordinációs irányítása, minden egy csomó minden millszínesen értelmet nyelne, amik ugye addig azért nem valósulnak, meg alatt a struktúra teljesen hiányzik. hiányzik. Aha, ha, ha Érdekes, érdekes, igen. Krista, hozzád üm, intézem a következő kérdésemet, ugye te mi is fiatal elszoftos vagy igazából, de, de te hogy képzeled igazából a saját jövődet elszofton belül, milyen céljaid vannak, akár nem tudom, játékosként, akár oldalparancsnokként, vagy akár mondjuk az FFG-n belül pozícióként leválthatod -e, egyszer, de csak kérdezem. <gül> <gül> Jó nyilván igen, volt, én akkor mindig elfelejtem kikapcsolni a ne hallja ezeket az információkat. Alapvetően én nagyon sokat tengtem-lengtem a pályákon. Tehát majdnem 8 évig úgy airsoftoztam, hogy különösebb cél nélkül, és aztán az elmúlt időben én így mondjuk, hogy az FFG-vel megtaláltam az airsoftban, újra beleszerettem ebbe a hobbiba és nem abba szerettem bele, nem a lövöldözésbe szerettem bele, illetve nem a fedezékek között rongálásba, hanem alapvetően a közösségépítés az, ami mm. igazán megfogott ebben. Az, hogy látom a saját csapatom, illetve a saját csapatomhoz közel álló csapatok kapcsolatát, az, hogy látom azt, hogy az én srácaim megszervezik azt, hogy egy, egy péntek délután elmennek moziba egy másik csapat tagjaival. Mm. az Az, hogy együtt léteznek, és az, hogy ebben segítkezhetek. Nekem abszolút ez lett a, a, az Airsoft-nak a, a megélése. Nyilván emellett ott van, hogy én is eljárok játékokra viszonylag gyakran, uh -huh. és, és segítkezek ebben, ahol van, de ez a, köz, ez a fajta közösségépítés, ami alapvetően az Ervinnek az álma uh -huh. volt. Tehát, hogy én mint, mint második utas jöttem ide, és annyira beleszerettem ebbe a koncepcióba, hogy ez nekem egy új értelmet adott az AirSoft-nak, és ebben látom uh -huh. a, az Airsoft jövőjét. Ezért van az, hogy én rengeteget járok játszani és keresem az olyan játékosokat, mm. akik potenciálisan ugyanezen a, a mm. világszemlettel rendelkeznek, és és klappolhatnak a közösségbe. Tök jó mondtad, mert ugye végszóra most másoltuk be ugye az előbb a végszót, <laughs> igen, hogy valójában szumma szumárom kiket vártok, milyen játékosokat vártok az FFG-hez, vagy FFG-be, és hol lehet jelentkezni, ez egy nagyon fontos történet, hogy oké, okay, hogy megkerestek minket, de hol, tehát mindenki írjon rád egy személyes üzenetet, vagy hol lehet jelentkezni, és tényleg kiket vártok. Az FFG-be a szemléletet keressük. Uh -huh. Tehát olyan játékosok jelentkezését várjuk, akik a hasonló az elhangzottak alapján uh -huh. osztják ezt a szemléletet. De valaki és hallgatja, és azt mondja, hogy ilyen hogy, van. Hogy, hogy egészen pontosan, uh -huh. hogy szeretne fej bár... nem gulálni. Nem, nem, semmi, semmi. <laughs> ah, ah, tehát aki ugyanezen szemléletet Vajja, és esetleg szeretne az amúgy magányosabb, két kiscsapatos játékok mellett más is kipróbálni, aki a vasárnapi játékon kívül többet szeretne az Elszoftal foglalkozni, beleférnek a tréningek, a személyes találkozók, egy tartalmasabb, mm. egy más szintű elszoftot szeretne élni, és a Friendly Fire Group Facebook oldalán ránk írhattok, ahol én és Krisztián fogjuk fogadni az üzeneteket, mm -hmm. és ahogy feláll a rendszer, a, a jelentkezéseket tudjuk is kezelni, és elindulnak a, a, a nyilvános tréningek, és a velünk való És egyébként tényleg, tehát semmi extrát nem kell ezzel kapcsolatban elképzelni, tehát ráírtuk az oldalra, válaszolunk, eljöttök velünk játszani. Lenyomtuk aztán... azon a fekvőtámaszt, hoztuk egy sört, amit majd láttuk. Igen, ez a fekvő, fekvőtámasz. <laughs> tehát, hogy így eljöttök játszani, Beszélgetünk, együtt létezünk, és nagyon hamar kiformálódik, hogy ki az, aki, mm. aki egy vájban van velünk, és ki az, aki nem. És hogyha nem, akkor nem kell megsértődni. Tehát Így hogy van Így van, így van. Azért van. Azért tehát hogy ö, volt volt példa arra is, akikkel nem, nem találtuk mm. meg a, a, a közös hangot, ö, és nincs ez ezzel semmi probléma. Tehát ö, szimplán annyi van, hogy nincs, nincs szükségünk sem nekik, sem nekünk ö, szoros kooperációra. Mm. Ö, de, de várjátok az új tagokat, így van Zábor. Így van, így van, így van. Növeket, így van. Növekedjen ezek, is, ezek is a kis társaság. Tök jó, hát hölgyek, urak, nyilván ezt is nagyon-nagyon sokáig lehetne még beszélni és ecsetelni. Kedves hallgatók, ha bárki úgy érzi az elmúlt, most pontosan nem fog időt tudni mondani, mert hogy volt egy vágás az adásban, de a az elmúlt egy órában magatokra ismertetek, és úgy gondoljátok, hogy hogy, hogy itt a helyetek az FFG-ben, akkor jelentkezzetek, tegyetek magát, magatokat, próbára. Nagyon remélem, hogy tetszett. Az interjú, vagy ez a kis beszélgetés. Úgyhogy hát srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. És reméljük, hogy mindent sikerült kibeszélni az FFG-vel kapcsolatban. Lehet, hogy még én is teszek egy jelentkezést, hogyha lesz időm egyáltalán. Úgyhogy igen, itt az idő az egy fontos dolog. Ilyen nyugdíjas klub nincsen? Tehát, hogy, hogy jelentkezem, de... Van, és ú, most el lehet mondani, hogy Na. idén szeretnénk megpróbálni a két lépcsős szervezeti felépítést. Wow. Még a belső körben ugye a rendszeresen játszó aktív játékosok kerülnek, ahol most a régi uh -huh. tagok vannak, viszont pont az igény és az élethelyzetek miatt most van éppen formálódóban egy előszoba, uh -huh. ahol ugyanúgy hozzáférnek az oda kerülő új játékosok, vagy a régi tömegből. A kicsit tartalék lángon égő játékosok mm. ugyanúgy hozzáférnek a, az eseményekhez, egy mm. kicsit más felépítésben, és lehetőség van számukra figyelni ennek az egész folyamatnak a, a, a működését, mm. és hogy részt venni az FF-ben előfeszítéseik és idejük mm. szerint. Tök jó. És még annyit hozzászólnék, mert hogy szóba került ez a korosztály, mm. abszolút semmiféle követelmény nincsen. De, de nincs semmi? Jelenleg ö, kilenc? Igen, 9 évestől 56 éves wow. a, a skála. Uh -huh. ö, szuper büszkeséggel tölt el, hogy, hogy egy játékon, egy pályán problémamentesen működik. Tehát, Tört hogy jó. most már ugye az életkoromból kiindul, hogy uh -huh. a, a velem egyidős apukáknak felnőttek annyi a fiaik, Fényhang, hogy, hogy most már. Is. Elvin, elhozhatom, hogy a fiú beleszokjon? Persze. Persze, tök jó, tök jó, tök jó. Jó, hát hölgyek, urak, ez volt a mai Armory Podcast, remélem, hogy élveztétek, és nem sokára jövünk vissza. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Köszönjük.